Megnyílt a lehetőség, hogy újabb szociális farmok jöjjenek létre az országban. Megjelent ugyanis az erről szóló jogszabály. A Baráthegyi Majorságot üzemeltető Szimbiózis Alapítvány 15 éve lobbizik a változásért. Így már lehetővé vált, hogy a miskolci modellt mások is adoptálni tudják. Jövőre pedig akár 500 ezer euró pályázati támogatást is lehet majd kapni új szociális farm létrehozásához. Így várhatóan a következő években több tucat új szociális farm jöhet létre, az elért hátrányos helyzetű személyek száma pedig több száz is lehet. Most most értünk a gyártás folyamatnak ahhoz a szakaszához, amikor a megalvott helyet felszeleteljük úgymond. A Baráthegyi sajtmanufaktúrában járunk. Az üzemet azért hozta létre sok évvel ezelőtt a Szimbiózis Alapítvány, hogy a majorságban megtermelt kecsketejet és az abból készült tejtermékeket értékesíthesse. Ma elfüstöltük a parancsákkal. Füstölés után zacskóba kerülnek a sajtok, majd a vákumozógépbe. A gyártás és a csomagolás terén is a legszigorúbb élelmiszeripari előírásoknak kell megfelelni. Eddig ugyanis, ha egy szociális intézményben megtermeltek valamit, azt nem ehették meg, vagy nem adhatták el, csak ha megfelelnek a követelményeknek. Minket nagyon-nagyon sokan jöttek és látogattak meg, hogy ők is szeretnének egy ilyen majorságot, egy környezetet, ahol tényleg a fogyatékos emberek reggel felkelnek, eljönnek dolgozni, de senki sem vállalt ezt a macerát, hogy mondjuk egy sajtüzemet hozzon létre, mondjuk 50 millió forintos beruházással. Valljuk be, ennek igazából olyan sok értelme nincs is, ez mondhatjuk azt, hogy kidobott pénz, hiszen például mi is annyi tejet termelünk meg, mint egy kisebb családi gazdaság. Ne harapjál! A Baráthegyi Majorság több mint 20 éve működik. Jelenleg 100 embernek adnak munkát, akiknek nagy része fogyatékossággal él. A farmot üzemeltető Szimbiózis Alapítvány létrehozta a Szociális Farm Szövetséget, hogy összefogja és segítse az országban működő hasonló kezdeményezéseket, miközben folyamatosan lobbizott a jogszabályi könnyítésért. Jakubinyi László úgy véli, a jogszabályváltozásnak köszönhetően a következő években több tucat új szociális farm jöhet létre, ehhez pedig az alapítvány szakmai támogatást is ad. Mindenképpen fontos, hogy a következő években a tapasztalatokat gyűjtsük össze, képzés legyen, auditálás legyen, védjegy legyen, és abban hiszek, hogy nagyon sok olyan termék fog megjelenni a helyi piacokon, akik a szociális farm védjegyet fogják ráragasztani a termékükre, és ez azt fogja mutatni, hogy ezeket a termékeket ugyanolyan piaci minőségben, de olyan helyi emberek állítják elő, akik olyan kollégákat alkalmaznak, akik valamilyen fogyatékossággal vagy más hátrányos helyzetben vannak. Jövőre pályázati források is megnyílnak, amelyek megkönnyítik a szociális farmok létrehozását. Erre a célra akár 500 ezer euró támogatást is lehet majd kapni.